Volt, ahol műanyagkannákkal, volt, ahol téglákkal helyettesítették a bójákat, és ezeket kerülgették a helyiek biciklivel. A képek tavaly ősszel készültek több hátrányos helyzetű kis településen. A közös bennük, hogy mindegyik olyan sportapon készült, amelyet ugyanaz az alapítvány szervezett. Az alapítvány csak nem 450 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a sportolja harmadik évezredben elnevezésű programjára. Cserébe azt vállalták, hogy 469 településen népszerűsítik a sportolást és az egészséges életmódot. A rendezvényekről videókat és fotókat osztottak meg a Facebookon. Ezek alapján voltak komolyabb rendezvények is színpaddal, fellépőkkel. Több helyszínen azonban csak néhány érdeklődött látni. A fájon készült fotókon hárman fociznak, a háttérben egy kerti budival. tiszta szalkán pedig a szüretelők tornáztak. Az ügyről idén februárban számolt be hat ákos. A Független Országgyűlési Képviselő feljelentést tett, és az Európai Unió csalás elleni hivatalához fordult. A szervezet most bejelentette, nyomoznak az ügyben. Híradon kérdésére pedig az ügyesség is megerősítette, hogy különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt a NAV is eljárást indított. Hatházi Ákos szerint, ha bebizonyosodik a szabálytalanság, akkor a költségvetésnek kell visszafizetni az uniós támogatást. Ezek a képek sajnos nagyon viccesek, azonban egészen tragikus dolog, hogy ezek a pénzek a legszegényebb embereknek a felzárkóztatására kellene, hogy fordítódjanak, azonban szemérmetlenül lopják ezeket. A miniszterelnökséget vezető miniszter korábban azt mondta, ha pénzt tűnt el, akkor azt vissza kell fizettetni ha voltak olyan esetek, ahol ezt nem szabályszerűen használták föl, akkor pedig ki kell vizsgálni, a konkrét esetekben folyik is vizsgálat, tehát akkor vissza kell fizetni ezeket a pénzeket. Az alapítvány szintén korábban azt közölte, szabályosan költötték el a támogatásokat, a rendezvények mindegyike alacsony költségvetésű volt, és több helyen azért voltak kevesen, mert a többségében munkanélküli, szociálisan hátrányos helyzetű embereket nehéz bevonni.